Bonyhádi Spárta Akadémiai Sportok Egyesületének elnöke Kis Csaba régóta űzi ezt a fajta edzésformát, tapasztalatait és tudását ma már edzőként kamatoztatja. 2006-ban én megismerkedtem ebben az edzésformával, 2006-tól én ezt folyamatosan csináltam és műveltem ezt az edzésformát, és 2015-ben éreztem azt, hogy mostantól már oktatnám is. A sportolók elért eredményeiknek köszönhetően részt vehetnek a világbajnokságon. Nem titkolt szándékuk az éremszerzés. 11-ből én számítok egy ilyen 5-6-7-8 minimum aranyéremre, szerintem, mert tavaly is elég jól sikerült így az első helyeket így, hát azt mondani, hogy behúzni. Palko Csilla, aki első helyezést ért el, jó élményekkel távozott a versenyről, bár a körülményeket tekintve a hűvösebb idő inkább kedvezett volna az eseménynek. Ahhoz képest, hogy március van, elképesztően nagy volt bent a hőség, ugye a nyári versenyeken fölkészülnek klímával, ventilátorokkal, most sajnos semmi nem volt, úgyhogy veszélyes is volt ez a meleg, mert ilyenkor hamar kicsúszik a golyó a kezünkből, tehát oda kell figyelni, hogy váltásokkor simán menjen minden. De természetesen megoldottuk ezt a problémát is. Orbán Tamás szintén aranyérmes, aki nem csak magáért, hanem fiáért is szoríthatott a küzdelem során, kiemelte, hogy több éves kemény munka előzte meg ezt a szereplést. Elég régóta készülünk, 8 éve csináljuk már ezt a sportot. Szerintem elég rendesen fölkészültünk most is a csapat, úgyhogy készülünk a világbajnokságra. A csapat motiváltan, gőzerővel készül a következő megmérettetésre, ami júniusban Lengyelországban lesz majd.